akkor beszélünk először is, hogy mi is ez. Ez egy teljesen menedzselt SQL alapbázis, ahol azt ígérik, hogy teljesen horizontálisan skálázható. Ezt úgy kell érteni, hogy több százezer műveletet képes végrehajtani másodpercenként, illetve több száz terabájtnyi adatot tud lekezelni. És mindezt úgy, hogy közben végig erősen konzisztens marad. Nézzük meg, honnan is indult ki az egész. 2007-ben kezdték el fejleszteni a Google-on belül, mivel azt találták, hogy jobban megéri a fejlesztőknek az SQL adta ilyen performancia problémákkal küzdeni, mint hogy a NoSQL eventually consistency-vel és problémáival küzdjenek folyamatosan, és azóta gyakorlatilag a legnagyobb termékeik ezt használják, mint a Gmail, az AdWords, a Google Play Store vagy a Photos. Ezzel egy nagy probléma van, méghozzá a kettétel, ugyanis elosztott rendszereket nem lehet konzisztensen tartani, úgyhogy partíciók lépnek fel a rendszerben. Ezzel alól ők sem tudnak kibújni, viszont rengeteg pénzt és erőforrást tettek abba, hogy a saját hálózatuk hibamentesen működjön, és mint ezt ilyen belső papírból látható, hogy a spanneres problémának kevesebb mint 8%-a van hálózati okokból, tehát gyakorlatilag azt tudják mondani, hogy a gyakorlatban nem kell az ilyen partíció problémákkal foglalkozniuk, mivel amúgy sem 100%-os rendelkezési állást ígérnek, hanem csak egy 5-9-est a belső rendszerükben. Illetve van még egy másik elég nehéz probléma, hogy egy ilyen elosztott konzisztens rendszerben meg kell oldaniuk, méghozzá elosztott tranzakciókat kell kezelniük, ami megint csak egy nehéz probléma, mert hogyha egyetlen elem is ebből a rendszerből nem tud válaszolni, akkor az egész tranzakció megbukik, és ezért Paxos használnak az egyes módok helyett a magas rendelkezési állás miatt. Ha olvastatok erről cikket korábban, akkor az mindenképp megragadhatott, hogy ez a rendszerhez atomórákat és GPS órákat használnak. Erre azért van szükség, mert ez a rendszer földrajzilag elosztott, és például network kimondások idején is meg akarják tartani a konzisztenciát, és a latency-t azzal lehet csökkenteni, hogyha nem kell megvárniuk minden egyes requestet, hanem biztosan tudhatják, hogy egy adott időpillanat után járnak már. Ez az egyik oka, hogy mondjuk egy open source implementáció ennek, mint például a CockroachDB, nem lehet ugyanolyan performance, mint az ő belső rendszerük. Még egy nagy előnye ennek a rendszernek, hogy nem csak az aktuális állapotot tartják nyilván, hanem néhány korábbit is. Ez lehetővé tesz ilyen snapshot olvasásokat, vagyis meg azt lehet mondani, hogy szeretném látni az adatbázis állapotát mondjuk 10 másodperccel ezelőttről. Ez azért nagyon fontos, mert hogyha egy backupot akarunk csinálni egy több száz terabájtos adatbázisról, akkor így konzisztens képet kaphatunk, anélkül, hogy meg kéne állítani a folyamatos írásokat. Azt azért figyelembe kell venni, hogy ez az adatbázis hatalmas adatmennyiségre és felhasználó számokra lett méretezve, így hogyha ez nem teljesül, van itt erről sok mérés, egy sima MySQL szerverre, alacsony felhasználó szám mellett jobban járunk. Itt például az látható, hogy egy 64 magos 400 GB-os szerveren a MySQL olyan 1-2 millisekundumos átlagos válaszidővel dolgozik, míg a spendernek kell ez a 6-12 millisekundum, de azt azért érdemes figyelembe venni, hogy ez a latency nagyon stabil, tehát míg a MySQL-ben 99%-os latency-e, az már jóval magasabb, mint a spenneré, amit gyakorlatilag végig tartani tud. Egy nagy hátránya a spendernek, hogy ez csak és kizárólag a Google-on belül elérhető, tehát ez egy lock-int van maga után. Bár mondjuk azt azért érdemes figyelembe venni, hogy ha valakinek több száz terabájtnyi adata van, akkor még hogyha nem lenne lock-in, akkor is elég nehéz lenne azt egy másik cloud provider rendszerébe átvinni egy élő adatbázis esetén. És szeretnék egy case-study-t mondani, ahol érdemes ilyesmiket használni. Én az Eodox nevű alkalmazás lead developer vagyok, ez egy Drive alapú dokument management rendszer több millió felhasználóval és most egy 31 terabájtos adatbázissal. Jelenleg Cloud Data Source használunk, ami a Google-nek egy NoSQL adatbázisa. Nagyon elégedettek voltunk, nem volt a skálázódási probléma, de
azért elég sok konzisztencia problémába futottunk bele az évek folyamán, úgyhogy most éppen azon dolgozunk, hogy az adatoknak az egy részét azt átvihessük Spannerbe. Egy másik előnye, hogy más az árazása, tehát mi a Data Store-nél minden egyes műveletért kell fizetni, itt meg a futási idő után kell fizetni, tehát hogyha nagyon sok műveletet hajtotok végre, akkor olcsóbb lehet. És nem tudom, hogy a kidővel vége, akkor megtaláltok majd linkeket, illetve hogyha van kérdés, azokra válaszolok. A kérdés, hogy miben különbözik a Google Big Table szolgáltatásától, az, hogy ez egy SQL adatbázis, míg a Big Table az egy NoSQL adatbázis, de mindkettő nagy adatmennyiség kezelésére van kitalálva. Csak hogy ott is van egy SQL query, bár nem fullsupport az. Itt teljesen szabványos SQL query-ket lehet írni, tehát vannak joinok, group by-ok, mindent, amit egy SQL-ben megírhatnál. Igen? Hát ezt azért még így nem mondanám, mert mondjuk egy kisebb adatbázisnál ez jóval drágább lesz, tehát mondjuk egy néhány gigabájtos adatbázis egészen biztosan nem váltanék ki vele, meg azért a latency is probléma lehet, tehát nem mindenki szeretné azt, hogy minden egyes adatbázis lekérése, nem tudom, 10 millisekundumig tartson, míg ugyanezt meg tudná oldani, nem tudom, néhány millisekundomat. Tehát ezek azért olyan problémák, amiket nem ugornának át, meg szerintem a vendor locking miatt is rengetegen félnek. És amúgy ez egy valós dolog, mert ha mindenki oda menne, akkor utána igazából az árakat addig emetnék, amit akarnák. Igen? Lehet, hogy naív kérdés lesz, aztán azt írtad, hogy 31 terabyte adatotok van. Igen. Ezt miért nem rakjátok fel mondjuk egy combosabb szerverre és egy sima PostgreSQL vagy valamit használtok rajta? Terabyte. Hát 31 terabájt az mondjuk 4-es, 7-ben 12-es Winchesterekből egy sima gép, 4 Winchester-es. Az még most valószínűleg működne, de az a baj, hogy ez ilyen exponenciálisan nő. Tehát mondjuk jövő ilyenkor már 62 terabájt lesz körülbelül, és amúgy például az Amazonnak is van ilyen LDS szolgáltatása, és azt hiszem ott pont most, vagy nagyjából egy hónapja növelték meg, hogy maximum 64 most gépet lehet alá tenni. Tehát nagyjából egy év múlva azt is kinőnénk. Tehát ez az egyik oka. Meg igazándiból, már ha így az Aurórával meg más opciókkal hasonlítsd a Spanner, az a nagy különbség, hogy az összes többi megoldás, amit én ismerek, az igazándiból egy master slave applikációt csinál, tehát az írások számát nem igazán lehet skálázni benne. Addig tudod, ameddig plusz szerver tudsz alá venni, az olvasások száma az persze jól működik, de az a Spanner nagy előnye, hogy itt master-master applikáció van, tehát minden lineárisan skálázódik. Igen? Nem tudom, a Reinventben most jelentették be, ugye, hogy az RDS-nek lesz a szerveres megoldás, hogy olyan RDS is lehet kérni az Amazon-tól, ami szerver lesz. Az kb. Az olyan, mint a Spanner, vagy... Nem ismerem ennek a részleteit, de szerintem ott továbbra is master slave replikáció lesz, csak maximum annyiba, hogy nem neked kell kivászni a szervert, amennyire ismerem, hogy mi futson alatta. Igen? Mit jelent konkrétan van ez SQL kompatibilitás, tehát szerintem mekkora fájdalom egy teljesen klasszik MySQL vagy Postgres-ről átállni erre? Nagyon nagy fájdalom, mert SQL support van, viszont update-ek és insertek nincsenek arra, a saját protokolljuk van. Tehát így önmagában nem fog menni azt, hogy csak átállunk rá. Tehát ez addig jó, amíg nem tudom én valami olyan túl szeretné használni, ahol szeretné read-only van olvasni az adatokat. De igazán egy NoSQL-hez képest ez a query lehetőségeken teljesen új világot nyitnak meg újra. Nagyon sokszor ugye az a probléma ezekkel a megoldásokkal, ugye, hogy nem mindenhol, vagy mindenhol elérhető is lassan, mint ahogy ez, viszont hol látod ezt hol használnánk ki eléggé ezt a részét, hogy azok a világ minden részén ugyanaz elérhető, mert ugye nagyon sokszor pont azért lokáció alapján megéri nekik cache-en, stb. Ez image persistence, ezért nekik megéri, hogy ugye általában szerinted nagy lenne szüksége erre? Először is azt, hogy majd a fejlesztőknek ezzel nem kell foglalkozni, hogy sárbolják az adatokat, mert ez egy általános megoldás most, hogyha valaki SQL-t szeretne használni ilyen nagy adatmennyiségnél, akkor ezt neki sárbolnia kell.
Amúgy itt is van sárdolás, csak itt a Google végzi ezt helyette, nem kell ezzel foglalkoznod. Szerintem ez a legfőbb ok, mert abban igazad van, hogy az alkalmazások nagy részén nincs arra szükség, hogy egyetlen nagy adatbázis legyen. Igen. De ugyanaz, tehát, hogy én azt most úgy nem is mondtam, hogy SQL kell feltétlen, tehát hogyha meg no SQL, akkor ez meg sárdolás nem sokkal probléma. Ez igaz, viszont akkor továbbra is vannak olyan algoritmusok, ahol nagy fájdalom lesz az, hogy például eventually consistency van. Persze meg lehet oldani, tehát meg lehet írni úgy a kódot, hogy jól működjön, egyszerűen csak például Google-nél úgy találták, hogy hatékonyabb, hogyha ezzel nem kell foglalkozni a fejlesztőknek, produktívabbak. Nekik ez a legnagyobb fájdalom, ugye akkor hogy elég fejlesztőt szerezzenek, ebben mérik a belső projekt árát, nem abban, hogy hány dollárba kerül. Igen? De akkor, hogy ha jól értem, akkor ne ebbe kezdjél már a kis játszós projektet. Nem, szerintem az egy rossz ötlet. De miért? Hát hiszen ha a játszós projektem, akkor lesz mind a Facebook, akkor hát, hogy nem kell törődnöm egyébként az adatbázissal. Oké. Először is azért, mert production rendszerhez azt ajánlják, hogy legalább három mód legyen. Erről nem beszéltem, de a nódok alapján megy a számlázás, ez az egy ilyen CPU gyakorlatilag ezzel abstraktálják, és ez azt jelenti, hogy nagyjából óránként egy dollárba fog kerülni csak ennek a három módnak az üzemeltetése. Ez egy kis alkalmazásnál egyszerűen szerintem túl drága lesz. Meg ráadásul egy kis alkalmazásnál elég nehezen fogsz olyan fejlesztőt találni, aki ismeri a spennert, mert valószínűleg adatokat szeretnél majd beszúrni, sokkal egyszerűbben találsz egy MySQL-t hozni az értő embert. Tehát szerintem úgy kezdésnek jobban jársz egy managed SQL-lel, mint a nem tudom, Google-nél a Cloud SQL, vagy az Amazonnál az RDS. Azt mondjuk szépen!